Az Emlékezünk című tárlat a dubai Crossroads of Civilizations múzeumban az első holokauszt kiállítása Közel-Keleten. A tárlat holokauszt túlélők közvetlen tapasztalataiból építkezik. Óriási mozgás volt tapasztalható itt az Emirátusokban. Izraelből, az Egyesült Államokból, Európából költöztek ide zsidók, és a közösség folyamatos növekedésével nagyon fontos lett az alapok megteremtése. Ez pedig, amit ez a múzeum most képvisel, amit megmutat, húsba vágó jelentőségű. Egy olyan helyez, ahová elhozhatjuk gyermekeinket. Sőt, hozhatnánk iskolákat vagy más közösségeket, hogy lássák, mit éltek át a zsidók Európában. 1941 és 45 között több mint 6 millió zsidót öltek meg a nácik. A kiállítás bemutatja, mi is történt pontosan. Így hívja fel a figyelmét annak a 200 nemzetségnek, amely Dubájban él. A kiállítás egy része azok előtt az arabok és muszlimok előtt tiszteleg, akik a zsidók megmentésében közreműködtek. Ez az egyik legnagyobb az emberiség ellen valaha elkövetett bűncselekmény. Fontosnak tartottuk, hogy legyen egy ilyen tárlat, mert vannak a toleranciának, illetve a másik három közel-keleti vallásoknak szentelt galériáink. A holokausztra egy olyan részeként tekintünk, amelynek helye van ebben. Meg akartuk mutatni a reményt, meg akartunk mutatni más embereket az itt élőknek, olyanokat, akik életeket mentettek. Természetesen, ha megnézzük a régió történetét, a zsidók és az arabok mindig nagyon szorosan együtt éltek. Ha megnézi Marokkót, Tunéziát, Líbiát, Szíriát, Libanont, láthatja, hogy teljes, erős zsidó közösségek voltak. A galéria közepén egy fiatal fiú életnagyságú képe látható. A címe Varsói gettó fiú. De kiemelt helyet kapott egy török diplomata története is, aki megmentette a rodoszi zsidókat a deportálástól, valamint Mohamed Helmi egyiptomi orvosi, aki Berlinben mentett meg több zsidót. Berlinben tanult, aztán ott maradt a második világháborúban is. Látta, mi történt a körülötte lévő emberekkel. Ráadásul muszlimként ő is célpontja volt a náciknak. Végül úgy döntött, hogy megment néhány családot, és ezek a családok neki köszönhetően túlélték a holokausztot. Nyilvánvalóan eléggé megrázza az embert, amikor körbejárja a kiállítást, megnézi a képeket, elolvassa a történetüket. Ám mindez valójában bizonyos felhatalmazást ad. Arra, hogy amikor a gyökereket építjük gyermekeinknek az életükhöz, a jövő generációknak, megmutatjuk, hogy fontos az együttműködés, a tolerancia, az együttélés. Az, hogy összetartó közösségeket építsünk az Emirátusokban, az egész régióban, sőt az egész világon. Kell, hogy a birtokunkban legyenek ezek az értékek. Mivel a közel-keleti régió lassan megnyílik és a kapcsolatok normalizálása felé tart, a kiállítás időzítése ideális, véli a múzeum alapítója. A világon az utóbbi időben sok-sok incidens történik, komoly tendencia tapasztalható az antiszemitizmus, úgy általában a rasszizmus fokozódásában. Tehát szerintem ez a megfelelő idő. Az Emirátusokban pedig van egy rendszer, amelyben megvan a Szolidaritás Egyesülésének kultúrája. Ez itt az a hely, ahová az emberek bejönnek, nem olajért és nem pénzért. Azért jönnek, mert itt otthon érzik magukat. A világ minden tájáról. Jó emberek érkeznek ide, és mi meglátjuk a szépséget a különbözőségekben. Itt tehát tanulhatunk az egységesülés tapasztalataiból, hogy hogyan tudjuk ezt kivinni a külvilágba. Ahogy neve is sugallja, a múzeumot azért hozták létre, hogy a globális közösségek nyitottságának és multikulturalizmusának értékeire összpontosítson. A kollekció legújabb kiegészülése remélhetőleg rávilágít majd arra, mit tanulhatunk a történelem egyik legsötétebb pillanatából. Ki kell aknáznunk a pozitív szempontokat, tanulnunk kell a hibákból, és meg kell próbálnunk megbizonyosodni afelől, hogy ez nem fordulhat elő újra. A végén ott olvasható az a mondat, hogy mindenki, aki megment egy lelket, az egész világot menti meg. És azt gondolom, hogy nem számít, honnan származik valaki, hogy mi a vallása. Ha megváltoztathat egy embert, vagy megmenthet egy embert, akkor az egész világot megváltoztatja.